A járvány okozta korlátozások hozták az ötletet, hogy a karcagi általános iskola és ami általános iskoláiban tagintézményi szinten rendezze meg a Kovács Tehetségpont, a Sudoku párbajt. Tudtuk meg Lévainé Kovács Rózától. A kiskulcsosi felsős diákok számára is hirdettem egy Sudoku párbajt. Kezdetben a kovácsosokkal együtt mérték össze a tudásukat. A pandémia idején döntöttem úgy, hogy mivel nem lehetett egymás intézményébe látogatni, hogy azért ne maradjon el sehol sem, ezért külön-külön tagintézményenként szerveztem, és most már erre a kis időre meghagytam ezt a szokást. Én csak annyit hirdettem meg a meghívóban, annyi volt, hogy 5-től 8. osztályosokig a matematika tanárok segítségét kértem. Ők motiválták, biztatták a gyerekeket, és így hát végül is önkéntes alapon jön össze a csapat. A cél az volt, hogy hibátlanul és a legrövidebb idő alatt oldják meg a versenyzők a rejtvényt, ahol a gyorsaság is számított a jó megoldás mellett. Mindenki otthon gyakorol. Én hoztam, fizikából én tanítom a 7.-8-osokat, hoztam nekik gyakorló feladatokat, meg volt, akinek mutattam, hogy én hogyan oldom meg ezeket, milyen technikával, hisz onnan ez az ötlet, hogy én magam is évente rengeteg ilyen feladványt megoldok. És igazából nem hiszem, hogy tanórai keretben túl sok lehetőség lenne rá, inkább ez ilyen szabadidős program. Remélem, hogy azért többen kedvet kapnak hozzá, és majd viszik tovább ezt a kis agytekervényfejlesztő elfoglaltságot. A verseny 3 fordulós volt, a döntőbe a legjobbak jutottak évfolyamonként. A 3 forduló után azonban senki nem távozott üres kézzel, hiszen az élmények mellé egy sikeres pályázatnak köszönhetően Lévainé Kovács Rózától ajándékot is kaptak. Az első helyezett és a második komolyabb összegű tárgyjutalmat kap. A tehetségpontunk egyik pályázata jó voltából, de azért azok, akik részt vesznek valami kis apróságot, a többiek is fognak kapni. A győztesek. 5. évfolyamon Sánta Réka Olivia. 6. évfolyamon Rima Szombati Noémi, 7. évfolyamon Rima Szombati Máté, 8. évfolyamon Györfi Tünde.